Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2020. október 27-én, kedden. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Minden szentek. Városi díjak, kitüntetések átadása. Új úszó és vízilabda SM-ező túron. A katolikus keresztény világ november 1-én tartja az üdvözlőt lelkek emléknapját, minden szenteket. Az ünnep 741-ben harmadik Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés napjaként. Erről az eseményről Ondavai Tibor esperes pápai prelátus adott tájékoztatást. A katolikus keresztény világ november 1-én tartja az üdvözlött lelkek emléknapját, a minden szentek napját. Mit tudhatunk erről az ünnepről? Ha nagyon régre visszamegyünk, akkor a keresztény üldözések alatt már a vértanúknak összegyűjtötték a földi maradványait, amit tudtak. Tehát az ő tiszteletük az majdhogy nem egy idős az egyházzal. Aztán a keleti egyház már a 4. században ünnepelte a vértanúkat. Elsősorban azokat ünnepelték kezdettől fogva, akik életüket áldozták a hitükért, életüket adták oda. A keleti egyház volt az első, aki ezt megünnepelte. Elsősorban a szír Szent Efrém a 4. század közepén már himnuszt ír, és igen sok himnuszt írt egyébként Szent Efrém, a vértanúkról. Aranyszájú Szent János volt a következő, aki már beszédet is mond a pünkösd utáni vasárnapon a vértanúk tiszteletére. Aztán 4. Bonifác pápa 609-ben, amikor megkapta az egyház a római Pantheon épületét, ezt az épületet az boldogságos szűznek és minden vértanúnak a tiszteletére szentelte föl. Mai napig áll ez a templom. És 9. Gergely pápa pedig ezt a napot, ez pedig május 13-a volt a fölszentelés napja, ezt a napot így írja: a Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek emléknapjává teszi. Tehát innét indul a minden szentek tisztelete. Tehát nem csak a név szerint ismert szenteknek, vagy helyi szenteknek az emléknapja ez, hanem minden üdvözült lélek emléknapja. Aztán 9. Gergely pápa tette ezt az ünnepet november 1-ére. A szentek mindig példak, ezen a földön járó, egykor a földön járó emberek voltak, akik eljutottak az életszentség magaslatára. Most így példaképeink is egyben, és követendő életpéldát nyújtanak nekünk, és az egyház ma is a nagyon sok hétköznapi embert iktat a boldogok vagy a szentek sorába. Így el szoktam azt mondani így minden szentek kapcsán, hogy amikor a minden szenteket ünnepeljük, ott vannak a mi őseink, szüleink, nagyszüleink, dédszüleink, akik már eljutottak a boldog örökké valóságba. Ez tulajdonképpen minden szentek ünnepe november 1-je. A mezőtúri római katolikus templom hogyan készül erre az ünnepre, hogyan várható majd a miserend? Mivel ebben az évben vasárnapra esik az ünnep, azért a vasárnapi rendet tartjuk. Szombat este van előesti mise,
óraváltás után most már 5 órakor, és az ünnep napján délelőtt 10 órakor van a templomban ünnepi szentmise, és ahogyan szokott lenni, vagy ahogy most már évtizedek óta tartjuk, hogy délután 2 órakor pedig a temetői kápolnában van a minden szentek napi szentmise, és azt követi a halottakról való megemlékezés a kápolnánkban. Ugyanaz a szentmise mindegyik, mint mindig. Ünnepélyessége sem különbözteti meg a többi vasárnapi vagy ünnepnapi szentmisétől, amivel több az, hogy a temetői kápolnában is tartunk egy szentmisét az ünnep délutánján. Ez a mi plusz benne. Hiszen minden szentmise Jézus kereszt áldozatának a megjelenítése, és amikor a szentek ünnepén mutatjuk ezt be, ugyanazt a Krisztust ünnepeljük a szentmisében. Hagyományként idén is október 23-án kerültek átadásra városi díjak, kitüntetések, amelyekben olyan személyek részesültek, akik munkájukkal öregbítették városunk hírnemét, valamint segítették településünk polgárait. Az elismeréseket Herceg Zsolt mezőtúr polgármestere adta át a díjazottaknak, az átadó után professzor dr. Dobozi Attilával, mezőtúrváros díszpolgárával beszélgettünk. Hagyomány, hogy október 23-án Mezőtúrváros önkormányzata városi díjakat és kitüntetéseket adományoz. A képviselőtestület 2020. szeptember 30-ai ülésén döntött az idei kitüntetésekről. Olyan mezőtúriak kaphattak elismerést, akik munkájukkal öregbítették városunk hírnevét, valamint segítették településünk polgárait. A kitüntetéseket Herceg Zsolt Mezőtúrváros polgármestere adta át a díjazottak részére. Elismerésben részesült professzor dr. Dobozi Attila, mezőtúrváros díszpolgára díj, dr. Jódi Pál, mezőtúrvárosáért díj, Oroszné Szamos Margit, mezőtúrváros szolgálatáért díj, Szőlőfürt vendéglő, az év mezőtúri vállalkozója díj, Mentés ZRT, az év mezőtúri vállalkozója díj, Gábor Lajos, mezőtúrsportjáért díj, Kozák Julianna, mezőtúr kultúrájáért díj. Rivas Martin, mezőtúrváros jó tanulója, jó sportolója díj. Kovács Tamás, az év mezőtúri sportolója díj. Olajos Jánosné, polgármesteri elismerő oklevél. Pályi János, polgármesteri elismerő oklevél. Varga Katalin, polgármesteri elismerő oklevél. Szűcsné Berceli Ildikó, polgármesteri elismerő oklevél. Sipos Gyula, polgármesteri elismerő oklevél. Az ünnepség végén Mezőtúrváros legújabb díszpolgárával, professzor dr. Dobozi Attilával beszélgettünk. Professzor úr kapta Mezőtúrváros díszpolgára kitüntetést október 23-án. Hogyan érzi, mit szól ehhez a kitüntetéshez? Nagy megtiszteltetésnek érzem, és nagyon nagy örömet okozott. Igazság szerint én viszonylag keveset éltem, rövid időt éltem mezőtúron, de az életem meghatározó szakasza volt. Valahogy úgy alakult a világ, hogy én egy másik ennél, egy nagyobb városnak is díszpolgára lettem, és kezdetben csak a feleségemnek mertem a fülébe súgni, hogy én ennek örülök jobban, de hát a mezőtúriaknak is megmondom. A fiatalságom egy csomó jó barát, a gyerekkori ismerősök kötnek ide, és azt sem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni, hogy az embert ebben a korban már elfelejteni szokták, mezőtúr pedig kitüntetett. Mennyire lepte meg a hír, hogy önt választják mezőtúrváros díszpolgárának? Meg kell mondanom, hogy nagyon. Nem számítottam rá, egyáltalán nem számítottam rá. Azon is meglepődtem egyébként, azt követően ugye jártam mezőtúron, hogy mennyi ismerősöm van még. Nem gondoltam, hát végül is 82 éves embernek nem csak a barátai, az ismerősei, a gyerekkori ismerősei is fogynak, és itt egy csomóval találkoztam. Külön meglepett, hogy sokan emlékeznek a szüleimre, akik ugye mégiscsak egy generációval előttem voltak itt, és sokan hallottak róla a szüleimről és az én szüleimről is. Úgyhogy nagyon nagy öröm volt, és nagyon nagy meglepetés.
Hogyan gondol ön mezőtúrra? Rendkívül hálával. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb szempont, hogy nagyon nagy hálával gondolok rá, hiszen amit én ettől a mezőtúri gimnáziumtól kaptam, azt gondolom, hogy az egész pályámat megszabta és meghatározta. Nem csak azért, mert innen indultam, hanem olyan nagyon kiemelkedő, nagyszerű pedagógusok és tanárok tanítottak, amiket én más iskolákban nem tapasztaltam. Több mint 3 évtizeden keresztül rendszeresen felvételi vizsgáztattam a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Nyugodt szívvel állítom, hogy a 60-as, 70-es évek tanári kara és a gimnázium színvonala az az országos hírű előre, sokkal mezőtúr előtt rangsorolt gimnáziumokat meghaladja. Nagyon sok olyasmit hallottam, tanultam, amit máshonnan nem tudnék. Tréfásan mindig azt szoktam mondani, hogy itt a 4. gimnáziumban Benkő Gyula tanár úrtól tanultam meg, hogy mi a különbség a prorektor és a protektor között. Akkor hallottam először ezt a szót, hogy rektor. Úgy döntöttek, hogy 4 év után elhatárolódnak az Invictus úszó és vízilabda klubtól, majd új egyesületet, a Mezőtúri úszó és vízilabda sportegyesületet megalapítva folytatják munkájukat a helyi sportolók. A részletekről Csipes Andor vezetőedző nyilatkozott stábunknak. Új úszó és vízilabda sportegyesület alakult Mezőtúron. Milyen céllal jött létre ez az új egyesület? Idén októberben alakult meg az új egyesületünk. Hát úgy gondoltuk, hogy 4 év után szakítunk az Invictus úszó és vízilabda klubbal. Hát talán azért, mert elfáradt a kapcsolat. Nem kaptuk meg azt a kellő figyelmet, amit talán megérdemeltünk volna, vagy amire eredményeink predesztinálnának minket. Fontos dolgokban nem egyeztünk, és talán a Invictusnál a prioritást azért a vízilabda élvezi. Nincs is ezzel semmi probléma, barátságban, jó szájízzel váltunk el egymástól. A mai napig biztosított a gyerekeknek az átjárása egyik klubból a másikba. Tehát nyilván, akik kicsit komolyabban szeretnének foglalkozni a versenyúszással, én úgy hiszem, jobb, ha nálunk folytatják, de nyilván tőlünk is fog menni a vízilabda klubba versenyző. Én teljes mellszélességgel kiállok a új egyesületünk mellett, és úgy gondolom, hogy aki velünk tart, az egy jól működő, átlátható klubot fog kapni. Az egyesületünk, mint ahogy a úszoda két oldalán lehet látni a molinókon, ez a MOVE SM Mezőtúr. A múltkor valaki szellemesen nehegyezte, hogy ez a Magyar Úszó és Vízilabda Sport Egyesület, de természetesen a rövidítésben az M betű mezőtúrt jelenti. Ugye, ahogy említettem, az egyesületünk elnöke Major János, én maradtam a vezetőedzői pozícióba, és a munkámat segíti Szabó Éva, nagyon lelkes és alapos, szorgalmas, ifjú kolléganő, akivel már ilyen felállásban dolgoztunk együtt valamikor. Az edzésekről mit tudnál elmondani a tévénézőknek? Kiknek a jelentkezését várjátok? Milyen korosztályból érkezhetnek hozzátok? Hát az úszás egy elég magas szintű koordinációt igényel, úgyhogy nagyon fiatal korba kell elkezdeni. Ez ugyanúgy, mint a zseni zongoristák, akik 4-5 évesen elkezdik itt is. Általában a középsős, nagycsoportos óvodáskortól talán az első, másodikos korig bezárólag. Milyen elfoglaltságra számítsanak azok, akik úszni szeretnének? Az edzések milyen sűrűn vannak? Mennyi időt veszel a mindennapjaiból? Hát először is a úszás ugye egy nagyon komplex sport, nagyon fiatalon el kell kezdeni. Főleg ebben a mai világban, hogy okos eszközök elterjedésével egy olyan mozgásszegény életmód alakult ki, hogy a jövőben nagyon fel fog értékelődni a sport. Kötelező lesz szinte sportolni ahhoz, hogy egy megfelelő életminőséget fönntarts, nemes egyszerűséggel túlélj. Ehhez egy remek alapsport az úszás, amit minden kontinensen művelnek, minden földrész az olimpiai bajnokot. Pont ezért is jön, hogy a konkurencia nálunk az úszásban sokkal nagyobb, mint más tradicionális magyar sportokban, legyen az vívás, kajakkenő ott is, de hogy maradjunk itt a úszodába, a vízilabda. Tehát egy annyira munkaigényes sport, annyi munkát bele kell fektetni, hogy valami eredményt kivegyünk belőle, hogy tényleg a hét szinte minden napján járni kell edzeni.
javul a tüdő, a szív, a keringés szervrendszerének teljesítő képessége, és nem utolsó sorban javul a tanulmányi eredmény. Lehetne itt beszélni még a szorgalom, kitartás, monotónia tűrésről, de higgyük el, hogy ha valaki befejezi a versenyszerű sportot, akkor romlani szokott a tanulmány eredménye. Mindig el szoktam mondani még azt is, hogy a legszebb gyerekek az úszó gyerekek. Edzések, heti 6 nap, vasárnap az pihenő, hétközben 16 órától 19 óráig vannak a vízi edzések és a szárazföldi edzések párhuzamosan. Ugye a vízi edzéseket én tartom, a Szabó Éva az oktatást, és a Karsai András a rendkívül jó felszerelt konditermünkben. Az heti kétszer, nagyon remélem, hogy hamarosan háromszor is egy óra. Annyi, hogy a gyerekeknek már fiatalkorban meg kell tanulni tényleg szabályosan kamaszkorig ezt a négy úszásnemet, és utána, hogy kamaszkorban jobban tudjuk terhelni őket, akkor kell az állóképességet terhelni, majd ifjúsági kortól a anaerob rendszert és a erőfejlesztéseket. Ez mind nagyon fontos, mert én hiszem azt, hogy csoda edzés tervek nincsenek. Az első az, hogy tudni kell, melyik korban milyen energiarendszer terhelünk, meg kell nyerni a szülőt, hogy a heti 6 nap hordja a gyereket esőbe, sárba, hóba, fagyba. És én mindig el szoktam azt is mondani, hogy 12 éves korig a szülő úszik, a gyerek nem jönne. És ugye beszélgetni kell a gyerekkel, főleg kamaszkorban, hogy erre a kemény munkára rávegyük majd őket. A mezőtúri lakosság és a két sportegyesület hogyan fér meg ebbe az egy uszodába, az egy medencébe? Hát ha most egy kicsit tovább maradnátok, akkor a Invictusnak a úszószakosztálya is, vagy a kisgyerekek fognak jönni, majd az egyes, meg valamikor a kettes pályán is tudnak, nyilván akkor nekünk marad két pályánk, és a lakosságnak általában egy pályája szokott maradni. A sportegyesületnek milyen hosszú, középtávú céljai vannak? Ezekről mit tudnál elmondani a tévénézőknek? A legfontosabb célok talán, hogy egészséges felnőtteket neveljünk, és akik megállják a élet minden területén a helyüket. Nagyon fontos, hogy ezek a fiatalok a sporton keresztül eljussanak odáig, hogy testük és lelkük harmonikus együttműködése majd a társadalom javát szolgálja a későbbiekben. Fontosnak tartom továbbra is, hogy a jövők bajnokai program válogatott csapatába adjunk továbbra is mezőtúri versenyzőt. Ennek az elitklubnak most a két tagja, a Gondazita és a Szabó Boglárka. A Nagy Zoli, aki jelenleg 4 ranglistát vezet, ő most ifjúsági mezőnyben talán a leggyorsabb sprinter Magyarországon. Nagyon remélem, hogy jövőre berúgja az ajtót a felnőtt mezőnybe is. És hát már körvonalazódik azon kicsiknek a csoportja, akik majd ezekre a komoly terhelésekre alkalmasak lesznek, és a Magyar Úszó Szövetség által kiírt komolyabb megméretítésen részt fogunk velük ugye a versenyen venni. Még annyit, hogy talán bízom abba, hogy ez a kis mezőtúri egyesület hamarosan a magyar úszósport egyik meghatározó úszóklubja lesz. Jelenleg hány tagja van az egyesületnek, és hol tudnak jelentkezni azok, akiket érdekel az úszás? Hát az a Covid okozta rémálom, a mi szakosztályunkat is megtizedelte. Az én versenyzős csoportomban körülbelül 30-an maradtak, fele-fele arányban vannak két csoportra osztva a gyerekek, 2011 és fiatalabbak, értelemszerűen 2010 és idősebbek, ugye a nagyobb gyerekek, a Szabó Évánál jelenleg 10 kisgyerek van, ők is két csoportra osztva, kedden és csütörtökön folynak az oktatások, hétfő szerda pénteken már a nagyobb gyerekekkel foglalkozni, akikkel nem kell vízbe menni, jelentkezni nyilván a telefonszámokon, elérhetőségeken, Facebook oldalon, meg hát az úszoda pénztárába akár megadják mindannyiunk elérhetőségét. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!